Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a KMBO című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Paralaxis Retroverzumban. Ez a Csak még egy kérdés, a Kalambo Podcast ötödik része, a mikrofonnál Gizurgergő. Helen Stewart szemtanúja egy gyilkosságnak, amit Martin Hellister, az Egyesült Államok hadseregének egyik hőse követel. Bár Helen eleinte biztosan állítja mindazt, amit látott, amikor a jóképű katona udvarolni kezd neki, hirtelen elkezd bizonytalanul megfogalmazni. Jóképű katona egy öreg távol. Egy öreg izé. Ezt, Ezt Ádám írta, de jó volt. A ChatGPT Ádám írta. Akkor az idős. A vén a vén A vén nem, 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 kérlek, nem, nem, nem ez egy rádióműsor, kérlek szépen. De ez nem megy most le úgyse adásba. Az Ádám nevét kimond és abban a pillanatba be benhagyja. Így. Hogy igaz. Ádám, akkor benne marad? Bizony. <laughs> Jó, mindegy, tehát akkor Helen. Helen Stewart szemtanúi egy gyilkosságnak, amit Martin Halister az Egyesült Államok hadseregének egyik hőse követel. Bár Helen eleinte biztosan állítja mindazt, amit látott, amikor az idős katona udvarolni kezd neki, hirtelen elkezd bizonytalanul fogalmazni az esettel kapcsolatban. Kállámból nyomozását pedig nem csak ez nehezíti, hanem az, hogy a rendőrség a gyilkos fegyvert és a holttestet sem találja. A Kalambó holtárgyak című részének megvitatásában köszöntöm mai beszélgetőtársaimat, először is Kubatovics Áront. Szia Áron! Szervusztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! És Horváth Norbit, a Kalambó Podcast egyik ötletgazdáját. Szia Norbi! Hello, hello! Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni a premier előtti tartalmakért, valamint a Paralaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. Bár remélem, hogy ezt már minden hallgató fejből tudja. További szolgálti közlemény, hogy több új műsorhoz is keresünk beszélgető társakat, mint például a Night Rider sorozatról szólóba, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is. Emellett a Parallax és Retroverzum több új induló műsorába is várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának. A felvételek az interneten keresztül zajlanak, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, ahogy például Áron is tett, a podcastkok az mtv.hu címre küldött e-mailben. Nagyerekek, gyerekek, hát először is Norbi, én üdvözöllek, mint, mint Újonc ötletgazda, de újonc a műsorban. Szerintem te, tehát kinek hogy tetszett a rész röviden, de főleg most, Norbi, rád vagyunk kíváncsiak, mert hogy ugye itt, itt van egy ilyen leosztás nálunk, hogy Ádám ugye a, a szigorú szemét láda szerepe, én vagyok a, a vajszívű, és akkor Áron, Áronra szoktuk mondani ugye a józan hang. És te, te mely, te, 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 most benned kitiszteltük uh, ilyen uh, szempontból. <laughs> Hát, ó, nem, én ízekre tudnám egyébként szedni, de... De igazából, hát egy ilyen középfonalszerű, de azért szeretek én is belekötni, ambe bele lehet. Tehát, hogy... tehát akkor egy mondhatjuk azt, hogy egy, egy Áronba oltott Ádám, vagy egy Ádám oltott Áron. <laughs> ja, igen. Jó. A kis sark. Kinek hogy tetszett ez a rész, csak pár gondolatban? Tehát na, nyilván utána rámegyünk jobban, csak mindig szoktuk így ezt kezdeni, hogy ez most így milyen érzés volt. Igen, hát akkor a spoiler az, hogy már mint a, mostani Parallaxis epizód spoilere, hogy hát nekem például nem annyira tetszett. Hát ilyen kedves, aranyos, átlagos tévéfilm volt, ez már igazából nem, nem mozis hangulatú, nincsenek benne flick-flack munkák, teljesen átlagos színészi munka. Szóval, hogy egy ilyen, jó, hát egynek elmegy. Általában lesznek ennél rosszabb kalambók is, úgyhogy majd meglátjuk. Nekem tehát nem annyira tetszett. Hát egyet kell, hogy értsek egyébként nagyon, tehát hogy még nyomozásnak se nagyon ment el, ami volt benne igazából, és azért ott a kamera munka se volt egyébként, mert annyit remegett a kamera, hogy ez valami iszonyatos egyébként, és <laughs> Tehát a színészi munka, főleg a nő sikitozása, amikor a hullát... a Jaj, az borzasztó volt. Az, az bo annyira... És nagyon sokáig tartott. Tehát, hogy csak, egyszer jó van, de, de nem akarta abba De várjál, mert lesz rosszabb is, a rosszabb ilyen színészi is ugyanilyen hulla és egyebek, az meg... <laughs> hát, az tehát ilyen 10 per 10. Jó, de ahogy figyelj, ahogy csókoloztak, az is olyan volt, mint egy ilyen 40-es évekbeli az, az, nem csókolozás volt, tehát, tehát... Én azt, én azt el se hittem egyébként. Tehát azt, én most én megőszintén akkor pont egy pillanatra elpillantottam, hogy itt és vissza kell tekerem, hogy most tényleg az történt, vagy csak úgy láttam. hát Két ember összérintette az ajkaikat, tehát ez megtörtént. Igen, és körülbelül igen, ennyi. igen, igen. De mondja, nekem az alapból egy groteszk szituáció volt egyébként. Na és neked hogy tetszett? Hadd kérdezzek vissza. Nekem se tetszett egyébként. Nekem se tetszett. Tehát ezen, nevettünk itt egyébként pont, hogy, hogy mi a Norbi már, már még előtte egy, két mondatban beszéltük, és hogy te így, ugye te kezdted, hogy neked mi a véleményed, és te is kezdted, hogy nem. Nekem sem. ma nyilván átbeszéljük, hogy miért. Mindig így szoktuk kezdet, vagy szoktam kezdeni ezeket a száraz dátumokkal, és ezt most sem hagyjuk ki. Ugye Amerikában ez 1971. október 27-én jelent meg, gyakorlatilag két-három hétre az előző részre rá. Viszont Magyarországon ez nagyon érdekes, mert előbb mutatták be ezt a részt, mint a második részt. Mert a második részt 77-ben mutatták be Magyarországon, egész pontosan 77. március 19-én, míg ezt a részt, ami elvileg egy következő, ez 1976. február 21-én. Tehát, hogy itt valami elképesztő csúszás volt a, a magyar televizomára, és úgy látszik, hogy ez a Kalambónak ez egy ilyen, ez egy ilyen örök átok már a 70-es évektől kezdve, soha nem tudják sorra leadni. Mert ugye, amikor később a tv 2 elkezdte vetíteni, ugye a csiga-kettes meg ezek, egyszerűen ők se voltak képesek sor sorba adni. Szerintem a mai napig most amit egy Ádám is szokott mondani, hogy a jockey tévétől kezdve mindenhol elkap, szerintem furrandom. Tehát a Kalabónak ez egy ilyen átka. Az, és nem csak az évad és nem is a részek, még az évadok is össze. Semmi. Tehát hogy semmi logika nincs benne, hogy valamire felfűznék egyébként. Semmi csak egy random, ami ez van, valaki beül, tudod, és akkor melyiket adjuk le, és akkor katkak. Kattak kat kis kockákba, jó az út. Úgy. Tetszik, hogy ez a kalámból már innen indul. Ez érdekes, hogy ezt mondjátok, mert én azt hittem, amikor ezt így mondtad, hogy jó-jó, de hát egy 70-es, 80-es években egy ilyen epizód felépítési sorozatnál nem figyeltek erre, de mondjuk az Onedin családot azt leadták sorba, tehát azt valószínűleg sorba adták, de hogy ezek szerint most se figyelnek okay, erre. Oké, nyilván nem ez függ a hát Ez a, a világos sztori. epizódikus, de hogy most se figyelnek erre, ez nekem nagyon fura, tényleg. Tehát mondom, ez, ez már az eredetlegben is így volt, visszaugrottunk egy évet az időben, tehát lehet, hogy még lesz olyan rész, ami később ment le Amerikában, relatíve, viszont mi előbb láttuk, mint az előttől lévő Na mindegy, szóval a szokásos felállás, hogy itt is itt van, ugye két szinkron készült hozzá, egy az első ugye 1976-ban a Pandonio Film Stúdió által, a második pedig 1993-ban a Welcome kiadó videóvok stúdiójában, ugye a tv 2 a Magyar Televízió megbízásából. Egy-két magyar hangot kötelező, aki nem szereti erre tovább, de hát azt az, az nem lehet csinálni. Tehát most minden... Te a magyar hangoknak a szerelmese vagy, ha jól sejtem? Igen, én, én szinkron addig vagyok. Tehát mindig beleásod magadat, csak most már ez így kezd nekem is leesni, hogy te szereted a magyar szinkronokat. Ő, örülök, neki, örülök, neki, hogy, hogy, hogy így a, a Kalambó ötödik randinkon ez így... <laughs> Jó, később, mint soha. Igen, tehát igen, én, 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 én szinkronmániás vagyok, bár ezt nem így, így, így szoktuk az. mondani, de igen... Ne. Bizony. Úgyhogy ennek nagyon. Úgyhogy Martin Halister tábornok, ugye ő az elkövetőnk, Mádi Szabó Gábor szinkronizálta, és itt érdekesség, mert mind a két verzióban ő hm. szinkronizálta. Tehát az eredeti 76-osban is, és a 93-asban is Mádi Szabó Gábor volt. Itt szeretném egy ilyen becsúszó szereléssel elmondani a kedves hallgatóinak meg nektek, hogy nekem több évtizeden keresztül a házi orvosom, a Mádi Szabó Gábornak a testvére volt itt Szentendrén. Nagyon szerettük uh, a Mádi, Mádi Szabó doktort, már ő sincs közöttünk. És a Mádi Szabó Gábor akkor nem találkoztál egész véletlenül? Nem, nem. Ah, pedig az, az lett volna még a nagyon vagány, akkor most meg is hajoltam volna itt előtted, még azt is elnéztem volna, hogy nem tudtad, hogy szinkronból <laughs> addig vagyok, tehát jó, megyünk tovább. Roger Dutton tengerész ezredes, az áldozat. Őt Peckai Endre szinkronizálta. Az első változatban nem tudom. Tehát itt most nagyon kevés info sikerült az első változatról kideríteni. Itt, itt vannak hiányosságok. Csak a, az új verziót tudom. Helen Stewart, a szemtanú, akit ugye említettünk az elején, Györgyi Anna, az eredeti verzióban, vagy a 70-es években Almási Éva. Az ő édesanyja Mrs. Walters, Szabó Éva, 70-es években pedig Győri Ilona az első kiadásban. Illetve még fontos szerepe volt ebben a részben Sánchez felügyelőnek, aki a jelentést ugye kivizsgálta Helen jelentését, Rajkai Zoltán, és igazából még Vargati József, Melis Gábor, de ők kisebb szerepet kaptak csak. Úgyhogy én elmondtam megint azt, amit nekem el kellett mondanom. Ádám tépheti a haját, úgyhogy szerintem menjünk rá akkor a, a sztorira. Hogy indult ez a rész nektek? Hát elég lassan. Azt kell, hogy mondjam. Most hadd áruljak el egy a kedves hallgatóinak. Én például ezt a részt úgy néztem végig, hogy a biciklimet szereltem közben itt a nappaliban. És így, tehát jó, így hallgatom, fölnézek vissza a biciklire, és így, rá, és közben... Jó, hogy nem biciklizték közben azért legalább. És, és, közben jegyzetelek, tehát ilyenkor magam előtt van egy tablet, és hogyha van valami gondolat, ami eszembe akkor azt lejegyzetelem, hogy, hogy, ugye készülök az adásra. Ez ugyanez, csak én nem szoktam közben biciklit Nézem, hogy már 30 perc eltelt, és csak most kezd valamennyire is a, a setting kibomlani. Tehát ugye elég lassan indul el ez az egész, ez, ez, ez a rész. Ott látjuk a tábornokot, aki találkozik egy ezredessel. Ugye ez a pár mondatnyi szerepe van ennek az ezredesnek. Ahhoz képest egész sok azért van, amikor egy áldozat kevesebbet beszél. Én pont ezen csodálkoztam. Ahhoz képest egész sokat beszél. És ami nagyon izgalmas, mérsékelten izgalmas, akkor inkább így fogalmazok magamat javítva, hogy ezúttal nincs megtervezve a gyilkosság. Igen, spontán volt. Hát ez így igaz, meg nem is látjuk igazából a gyilkosságot, tehát hogy azt viszont nem látjuk. Mondjuk el a hallgatóinak, hogy ugye a gyilkosság azért történik meg, mert a tábornok, ö, ő egy nyugalmazott tábornok, de nagy cége van beszállító katona, hogy, hogy, hogy kell ezt mondani? 6... Fegyverellátásért felelős cége van. Igen, és fegyvergyártó cége. Igen. Mert ugye ki is mondja, hogy gyárt. Így van, ő egy nagyon-nagyon jól szituált ember, és... Bo bocsás, bocsáss meg, ezt, ugye, ezt muszáj közben raknom, tudom, nem szabad de egymás szabad várni, de hogy mindig azt beszéljük, hogy itt nagyon sok gazdag ember van, de ez a csávó viszont a pofátlanul gazdag kategória. Igen. Tehát amikor azt néztem, hogy a hálószobájában is ott borotválkozik, azt hiszem, hogy a fürdőszoba, és ott is ott a kis tévi az antenne, a, na néz a francba, tehát ez véletlen. Tehát ez a csávó gusztus tanul gazdag. Igen, óriási a hajója van, eleve a víz mellett a, a tengerpart, vagy mi ez, egy ilyen tópart, nem? Vagy, vagy ez nem, ez tenger Saját lehet. kikötője hát, van. Osz, saját a... kikötővel, tehát, tehát, tényleg ő egy nagyon-nagyon jó szituált ember, és hát gond van a, a honvédelmi szerződéssel és a megbízással. Korrupció van a háttérben, kérem szépen. Egy egy, 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 vizsgálat van kilátásban, egy vizsgálat van kilátásban, és ugye a tengerész ezredes, az áldozat ezért jött szólni, hogy hát jobb lenne összeszedni a cókmokat és elhúzni innen, mert hogyha ezeket feltárják, akkor jó lenne, ha már nem lennénk szem előtt. És ő is azt javasolta az ezredesnek, hogy hát, vagy az ezredes azt javasolta a tábornoknak, hogy hát ő is jobb lenne, hogyha kicsit eltűnne. De ami hősünk erre nem nagyon hajlandó, és sincs meggyőződve, hogyha ne talántán az ezredes golyóit, ha megszorítanák, akkor nem adná, el őt, nem adná őt fel, pedig ő állítja, hogy nem, és hát ő biztosra megy, és inkább megöli, hogy ha nincs tanú, akkor nincs ügy. Kevéssé feltűnően megkérdezte a, a tábornok antihősünk, a főszereplő, hogy és Tud arról esetleg valaki, hogy ön most ide jött hozzám Igen, ja, akkor már tudtuk, hogy baj akkor lesz. Akkor tudtuk, hogy baj lesz, igen. Igen, amikor elfordult, pont ez a megfordul, elkezd gyalogolni, és tud-e valaki, hogy jel, és hogy jöttél ide, babám? Ja, igen, saját autóval. Hát akkor... És ugye itt jön a képbe Helen Stuart, akik éppen az édesanyjával ott hajózgatnak. Valami állítólag önveszélyes módon vitorlázgatnak, és ő látta a lövést, ahogy egy, kö... egy köpenyes férfi, Rálő egy egyenruhás férfira, és hát ez rendkívül felzaklatja őt és itt egy nagyon fura szál kezd kibontakozni egyébként. A az tudán... anyalánya szál? Igen, 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 igen. De az igen. frenetikus. Tehát igen. az anyalánya szál, az frenetikus, hogy oltogatja a lányát. Megállás az, az nélkül. Nagyobb, megállás nélkül, tehát már az elején már, amikor ott vannak abban a kis ladikba is, hogy add már ide azt a nyamvat kötelet. Te már most hülye vagy. Tehát... Szó szerint egyébként igen. De hát a Csajsz is, amit előad, hát az katasztrofális. Tehát az sem egy nagy színészi teljesítmény, egyébként, hogy látsz egy gyilkosságot, és akkor csak ott ah, ide ki kell mennünk. És hát akkor utána várják, kisietnek, és utána ül a parton, és malmozik, hogy most mi a tökömet csináljak. És az anyja ugye oltogatja, hogy na mi van, Ergya vagy, nem hívott fel. De, de azért az anyja, de azért, hogy így, ne, hogy így azért az anyját is, amikor mondja ott a kikötőmester, hogy, hogy megfognám a farát, hogy kikötném a farát. Hát ez legalább egy poén volt az elején. Legalább egy elején, hát egy 40 perccel később. Figyeljtek, azért ebben a részben elég sok poén van egyébként, szóval hogy ez, ez, ezt majd ah, sorolni fogjuk. Ennél a faros résznél jött be a feleségem, hogy Áron, micsoda erotikus részletek vannak ebben a kalambóban. Pajkos részek. De aztán gyorsan le lett lombozva, mert tisztázva lett, és kiderült, hogy, em, hogy a kikötő, kikötés segítő úri emberek nem igazán tetszett az anyuka, úgyhogy mondta, hogy nekem is nagyon nagy élmény volt, köszike. <laughs> Minden esetre némi passzív-agresszív szóváltás után végül is bejelenti a rendőrségnél a, azt, hogy látott egy, egy, gyilkosságot, és kijön a rendőr. Tehát ez Sánchez egy, felügyelő. Sánchez felügyelő, és akkor hát ő felveszi el a, a vallomást ott röviden, és már akkor ott megtudjuk, hogy amit ők láthattak, az egy nagyon híres embernek a háza. Tehát olyannyira híres, és olyannyira befolyásos, hogy ugye a Sánchez felügyelő nem is mer ö, bemenni kivizsgálni ezt. Így igaz, a központtal is beszél egyébként, ugye, CB Rádion, hogy hát mégsem neki kéne egyébként oda kimenni, így egy kis, kis rendőrkének, hogy kop-kop Maestrú. És akkor a, így igaz, és akkor a gyilkosságiaktól valakit küldenek, és hát de ez is egyébként, amin megfogod, hogy nappal beszél egyébként és a és rendőr, ugye? Jön. És Kalambo éjszakai roda a kis tragacsával, meg is jegyeztem hangosan egyébként, én csatlakozok Áronhoz, én nem biciklit szereltem, én főzés közben néztem, és többször megállítottam. De a főzést is? <laughs> nem. nem. Igen, tehát este érkezik meg, és ugye itt megjön egy klasszikus, mondjuk Kalambó jelenség, illetve poén, hogy hát Sánchez felügyelő ugye oda megy Kalambóhoz, hogy hát jó barát, ez a hely le van foglalva, legyél szíves pakolni. És az a vicc, hogy Kála ezt szeretjük talán pont Kalámbóban, hogy annyira emberi reagál, hogy ő nem megsértődik, hogy hát apa, tudjad már, hogy én vagyok itt az atya úristen, hanem jó, persze, ez és akkor fél távon eszébe jut, hogy de várjál már, azért csak megkérdezem, hogy amúgy kinek van ez a hely lefoglalva? Hát a jarnak. Ja, hát az én vagyok, hello. És annyira ritka ez nyilván egy ilyen sőt általában a filmekben, amikor egy magas rangú rendőr, egy nála jóval alacsonyabb rangú rendőrrel ugye egy ilyen szituációba keveredik, hogy nem leoltja, meg elküldi a francba, hanem ilyen tök barát, ilyen is kedves, tehát ettől is szerethető maga Kalambó karaktere. Szerintetek egyébként az mennyire közismert dolog, hogy a hadnagy az egy viszonylag magas rang? Ja, ezek nagyon bonyolultak ezek a rangok, én, én sok mindig próbáltam megismerni őket. Elveszek de... ebbe, de igen. Ugyan, pont ugyanez, abszolút. Elveszek egyébként, mert ott sem mindegy, hogy milyen hadnagy vagy, meg őrnagy, meg de az, Zászló... nem is több... Vagy hogy jön minden. Zászlós, igen, és nem tudom, hogy jön sorba, de igen, elvileg. Nyilván ezzel is akarták egyébként mutatni nekünk, hogy őt küldték ember, emberhez, hogy, hogy tényleg akkor egy magasrangú embert küldünk egy magasrangú emberhez. És egyébként szerintem ez magyarázza is azt, hogy ugye mindig a felső tízezer, vagy a felső ezerhez he küldik Kalambót, tehát, a, a, tehát mégsem egy DS-t, egy, DS egy detektív Sergeant-et, egy, vagy egy Sánchez. Vagy egy Sanchez. et akartam szándékosan mondani, tehát hogy, hogy mégsem egy DS küldenek, hanem egy Tényleg egy hadnagyot küldenek. Egy száncsest. Ádámnak egyébként ebben van igaza. Pont, hogy még ehhez visszatér. hogy Ádám mondta, hogy mindig ugyanazt a gyilkost kapjuk, és most, most abszolút, tehát ha, ha valamikor elmondhatjuk, hogy ugyanazt a gyilkost kapjuk, akkor az tényleg most van, mert ez a tipikusan gazdag, befolyásos, érinthetetlen. É, jó, én, oké, akkor térünk erre ki egy kicsit. Én szerintem pont, hogy nem. Szerintem, oké, gazdag, meg érinthetetlen. De ez a csávó, ez egyáltalán nem tűnt veszélyesnek. Egyáltalán nem tűnt ilyen hidegvérű gyilkos, Egy se tűnik de veszélyes azért ne. az előző része, részekben voltak ilyen ilyen nagyon pengecsávók, ilyen nagyon... Hát figyelj, azért ne haragudj, hirtelen felindulásból hidegvérrel lőtte az emberünket. Így igaz, és még nagyon lassan veszi elő egyébként a dobozból a fegyvert, és még talán tesz két-három megjegyzés is, hogy milyen a fegyver, nem is tudom mit mondott még, és akkor utána igazából le is lövét. Hát szerintem ő abszolút nem. Annyi, hogy ő nem tett előtte ilyen beteges megjegyzéseket, mint mondjuk sok az előző részeben jó néhány gyilkos, hanem ő így hirtelen jött elő, kiugrott, mint nyuszi Igen, a ez, ez, nem egy pszichopata csávó, ez nem egy. A, a forgatókönyv arra van kihegyezve, hogy ő neki azért nagy az egója, de igazából ez nincs megjelenítve. Majd meg lesz. Hát szerintem nem. Inkább egy ilyen, ilyen joviális tábornok nagypapának láttam, és lehet, hogy ez a színészi játék Hibán hát nekem no. ilyen nagypapa nem kéne áron. Az, az, világos, az világos. Szóval, hogy én, én pont, hogy, hogy, nem éreztem olyan túl sok hasonlóságot a korábbi részeknek a főgonoszaival, vagy a gyilkosaival, mert hogy ő egy, egy azokhoz képest ártalmatlanabb csávónak tűnik. Ahhoz képest eleinte lehet, de ugyanaz a, mondom, hogy ugyanaz a gazdag, érinthetetlen, ki én nem, mert ő, ő, halál biztos volt abban, hogy ezt olyan frankon le fogja zongorázni. Teljesen, hát annyira higgadtan, hogy ő katona is, meg anyám kinyolt, hogy egy csomó mindent mondanak, hogy ő mi volt, meg mi nem volt, ez majd ugye kiderül. Ezt is úgy csinálja, mint egy ilyen bevetés, egy izé, hogy akkor majd a nőre megyek rá, izé, és si szépen megtervezve, de ilyen totál komolyan. És kimérten? Kimér, tehát teljesen semmi izé, rándulás, meg semmi ott, amikor a kalámból is bemegy hozzá először, akkor is teljesen higgadtam. Kezdem. Igen, szóval, hogy elindul a nyomozás, ez az ilyen 10-15. perc környékén, akkor találkoznak először. De mindez, bocsáss meg, úgy indul a nyomozás, hogy igazából se holtest, semmi, se Igen, semmi. Gyakotak, csak csak egy, 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 bejelentés. Bejelentés van, egy random bejelentés alapján. Ahhoz képest Kálámból azért ízekre szedi az egészet. Hát nekem itt az volt a fura, hogy jön egy random bejelentés egy ilyen magas rangú emberről. És hogy rögtön küldenek is valakit, és ilyen komoly embert küldenek hozzá, és akkor, és, és, nem a küszöb alatt csúszva be feltesz két kérdést, és akkor mentem kalapkabát. Vagy hogy ne telefonálnak, mert én, mert azt gondolnám, Igen. hogy akkor rátelefonálnak, hogy esetleg ott lövés a környéken, vagy valami. És Hanem akkor... bemegy, és konkrétan mindenbe belenéz teljes home tourban részt vesznek a a, a gardroptól kezdve mint ebbe belenéz a, a ládába a, a kandalló várj, a, ka a ládába az az első meg két szöget vertek bele az a kedvencem de több szög nincs egyébként ott a környéken, de da, egyébként... mondjuk, el, mondjuk, el, a hallgatóinak, hogy miről van szó. El akartam mondani a ládát, igen, tehát azt tudni kell, hogy pont most volt a Halister tábornak a 20 éves nyugdíjbanulásának az évfordulója, és ennek tiszteletére díszvasorát szervez neki a egykori alma mátere, és a fegyver gyűjteményét a haditengerészeti, haditengerészeti akadémia növendékei éppen most dobozolják be egy hatalmas dobozba, ami majd a memorial halba fog kerülni egyfajta kiállításra. És itt ennek a doboznak az a szerepe van, ugye, hogy ez egy, ez egy faláda, amit éppen szögelnek össze, amibe elállítólag ezek a fegyverek, meg a mindenféle emléktárgyak vannak. A mérete akkor, hogy tulajdonképpen beleférne egy hulla, <laughs> Pont ezt akartam mondani, és a legtutibb, hogy félig sincs tele. Igen. De, mert amikor ugye elindul a, az egész rész, akkor ugye nagyon lassú svenket látunk, hogy így végig a szobán, ott ki vannak még rakva a fegyverek, ott tök soknak látszik egyébként, ami, ami ki van rakva, és később így semmi három ruhadarab, meg négy pisztoly, ami belekerül nagyon komoly. És ráadásul mindezt egyébként úgy szög, azt észtam, hogy ugye úgy szögelnek egy valami vörös, sejemsznek tűnő, vagy nem tudom, bársony szőnyegen, ott szögelnek, majd tépik ki a szöget, és dobják rá a szöget. Hát a gyergörcsöt kapték, ha élen Mr. Burzsú, hogy ott szögelsz az izé a rohadrága drága szőnyegemet. Szóval ennél, a, ennél, a, ennél, az első ilyen nyomozós, beszélgetős, körbeszaglászós résznél úgy távozik Kalambó, hogy hát mint hogyha nem lenne itt tulajdonképpen semmi. Nincs hulla. De azért, gyar, de azért, de azért, lefutja a kötelező köröket, gyanús. Igen, ez a kérdésem, hogy volt. Igen. Szerintem elrontja egyébként, mert amikor megkérdezi ugye Kalambótól, hogy hadd kérdezzem át, meg, Hogy kitette ugye a bejelentést a gyilkosságról, akkor Kalambó mondja is neki, hogy hát nem mondtam, hogy gyilkosság, mert ugye csak azért nem jött, hogy ő, konkrétan, így igaz, igen. hogy lövést tehát hogy csak valaki így igaz, és akkor, hogy férfi. Még azt is mondja a csávó után a kérdező, hogy a férfi, és akkor én nem mondtam, hogy férfi. Ott már Kalambónak egy kicsit így gyanús. Szerintem Kalambó egyébként most kimondhatjuk azt, hogy ő, ő, ő gazdag rasszista. Az. Mert hogy szerintem ő már az elején fogva úgy volt vele, hogy miért ne, hiszen mielőtt ő még bement volna ugye beszélgetni a tenge a tábornokkal, Sánchez előtt közben titokban kiküldt, hogy azért nyugodtan vizsgáltuk át, át azt a hajót. Tehát, hogyha benne nem lett volna az, hogy ő biztosabban, biztosabban, hogy itt úgyse történt sem, mert ez jó csávó, akkor ezt nem csinálta volna meg, mert ez nem a protokoll része, ez a kalámbó rész. Így igaz. És még azt is megkéri a Sánchez, hogy a motort is fogja Igen. meg, hogy langyos-e a motor, hogy volt-e kint vele, nem -e esetleg a hullát eltakarította. Mindig így áll hozzá egyébként kalámbó, ha bárhova is kimegy, mert ugye a nagy gazdagékhoz, hogy tuti, hogy sárosak. Azért mondom, gazdag rasszista. Tehát... ez egyértelmű. Ugyanakkor szerintem ez valószínűleg nem volt jogszerű. Tehát egy hajóra, a vég bírói végzés nélkül nem lehet be bemenni és átkutatni, mert az ugyanolyan Én olyan szerintem az se te... volt jogszerékét, hogy ő egy ilyen bejelentés alapján halál lazán végig turkál mindent. Kinyitatja a dobozt ha a tulajdonos is... nem penderit ki, akkor és ezt engedély, akkor az lehet, de ugye a tulajdonos tudta nélkül hajóra, te nem léphetsz az olyan, mint hogyha ingatlan lenne. Így igaz, de az elején mondja a Sáncheznek, hogy majd utólag meg is kérem az engedélyt, de attól még nézze át. és, mondjuk. és ezt nem tehetné úgy a De egyébként az engedélyt megtette, és a, a, tábornok nem is volt megsértődve ezen. Nagyon jól tudjuk a bírói, bíróságos filmekből, vagy bíróságon játszódó sorozatokból, hogyha egy bizonyítékot úgy gyűjtenek össze, hogy az nem jogszerű, akkor hiába csatolják később az ügyhöz, ki fogja zárni. Nem rá. lehet felhasználni. Így, hát ezt már beszéltük, Igen, hogy a Kalambó ilyen szempontból sok mindenen elhasalna, ha lenne további folytatása, de nem szokott lenni. Egyébként nem tudom, feltűnteknek, hogy amikor kinyitatja ugye a dobozt, mert hogy azt a hatalmas ládát, az indokatlanul hatalmas ládát, hogy biztos ott a hulla, persze, hogy nincs, akkor ugye ott elkezdenek beszélgetni, hogy milyen erekék vannak ott, és az nagyon tetszett az a rész, hogy mutogatja ott az ilyen kadétruha, meg az olyan, nem tudom, ilyen burzsúly és közben Kálábó szájában ott lóg a szivar, és akkor a centikre van a ruhától, mondom, ráhullik a homo, vagy kiégeti, tehát, hogy ez De egyszerűen... nem is ez a komoly, az a gyújtó, látod azt a gyújtót? Ja, ja, ja. Hát, egy vázaméretű gyújtó. Az. <laughs> az. de várj, és hogy gyufát kértem össze. És gyufát, igen. Itt, itt van valahol, azt mondja, hogy itt van valahol. Egyébként itt egy érdekességet még felfedeztem ebben a, a ládás beszélgetésben, amikor ugye Kalambó le akarja ha, ha, hamut hamúzni az összes ruhát, hogy most először van az, hogy ö, legalábbis a magyar verzióban, hogy a, a rész címe szó szerint megemlítésre kerül egy beszélgetésben. Mert ö, éppen Hallis, ugye prezentálja, hogy mit lát Kalambó, és azt mondják, hogy háborús emlékek, hadnagyúr, holt tárgyak, mm -hmm. üres egyenruhák. Tehát itt az első rész nekem, legalábbis emlékszem, emlékeztem, amikor konkrétan a címet kimondják, és végül is az angol cím is gyakorlatilag ugyanez. Úgyhogy hogy ez, ez nekem az nagyon tetszett, hogy volt benne egy ilyen ö, rész, hogy a címet belerakták a beszélgetésbe. Lehet jelentősége, a kalambona az a vicc, hogy mindig lehet jelentősége. Dolog, mindig, olyan, és neki... szerintem az ilyen részeknél, amik ilyen furák, mert hogy ez majd a továbbiakban fura, mert nem illeszkedik. Ugye nem is láttuk ugye magát ugye, nem, semmit, nem. La... a gyilkosságot, és nagyon semmit nem láttunk. Száltak. Sőt, azt se látjuk, amikor ugye bedobja. Mindenesetre ezután a kalambó átmegy, csak azért akarom pörgetni, mert 28 percén tartunk, szóval, hogy a kalambó ezután átmegy a bejelentőhöz, és ott találkozik a hellennel, meg az anyukájával, és ez a következő jelenet gyakorlatilag, ahol meghallgatja a más, másik felet is. Ó, gyalázza, az anyja gyalázza, és aztán. Már ott állunk, hogy ez a csaj ez fúre tart tehát, hogy teljesen. De hát még a frizurára, tehát az a frizura, hát, ami az, van, az volt az, volt, azt hozzá. nem tudom, ki nyírta, de az, azt én néztem, mert először ugye, amikor találkozunk vele, akkor a kendő a van kendő a fején. az rendben volt. Az még tök oké. Okay. Igen. De, ja, meg a ruhája, hát azt, azt, én nekem bele kell kötnöm. Tehát az a mindenféle anyag, és ami a, volt. És a tapéta, csak hogy a hallgatók is, ugye, még mondják is, hogy izét adnak, koktélparti van, vagy mi az úr is. De Kalambó hogy megnézi egyébként a nőt, amikor bejön, mert hogy ott egy medencét látunk, egy ilyen fullos amerikai lakás, medencével az udvaron, és ott vannak emberek, egy ilyen, hát koktélkocsi, vagy hogy mondjam, biztos menő volt a 70-es években, és akkor ott van egy, van egy izompacsírta, meg egy bikinis csajsz, és Kalambó vissza is fordul. Nem kicsit. Nem kicsit, igen. Tehát az még jó benne van a jelenetben. Majd aztán nem. bemegy ebbe a rendkívül csúnya tapét. De át. képzelj, érted, tehát helyezzük magunkat a 70-es évek Magyarországára. Itt vagyunk, 1976 ba vagy mit mondtál, mikor nézzük a tévét. Nem, nem, Magyarorsz Magyarországon 76, igen. Azt mondja, 76 -ba. itt nézzük a tévét, és elájulunk, hogy ezek az amerikai, a halódó nyugaton, ezek a gazdagok, ezek koktélpartit tartanak, medencés ház, gazdag fiú, és itt egy anyuka a lányával, hát az csodálatos lehet az az Amerika, az, az nem lehet más, csak csodálatos. Igen, és itt az a fura, hogy itt, ő, azért itt ők is elég gazdagok voltak, tehát ugye a helenék is elég gazdagok voltak, jó, nem olyan piszkosú gazdagok, mint a távolnak. Férfiak nincsenek a környéken, vajon? Hogy haltak meg azok a férfiak? A következő részben kiderül, tudod. Kiderül a csajsziról, hogy gyerekekkel foglalkozik, meg állatokkal, és otthon meg szobrászkodik, hát az a szobor vagy mi, a oldalra van így ficcentve a fején nevetnem. Amúgy, amúgy, amúgy ő cuki, meg kreatív meg bűvész, de tök hülye. De, de, tök hülye, igen, és féltem, hogy Kalambó elfogja azt a, azt a láma szobrot, hogy rátehénkedik, az kicsit így, kicsit így megnyekken, de, de nem. Én azt, a nő vártam a reakciót, hogy ne nyúljon hozzá. De teljesen el van varázsolva, olyan csajsz olyan volt, mint aki bepiált és beszívott. Kaptunk utána egyébként egy érdekes jelenetet relatíve érdekes, de kicsit, kicsit el akartak minket vinni a készítők az erdőbe, mert hát természetesen a tábornok úrnak nagyon kellett tudnia, hogy ki volt az a bejelentő, és ha már Kalambótól nem tudta meg, akkor furmányosan megtudta a kikötőben, és fel is keresi Helent, és ott olyan vágásokat csinálnak, mintha azt akarnánk velünk talán elhitetni, hogy ő most hát ezt a nőt is lehet, hogy megöli, mert Ta, szemtanú, mert ugye azt látjuk, hogy kesztyűt vesz fel, autóba ül, és ráadásul az autót fényszórók nélkül viszi valahova. És a kulcsot sem fogja meg, azt Igen, is tehát, hogy, hogy, megyünk, hogy megyünk vele. gyilkolni, ha nem így. Ehhez képest halál cukin. Becsönget, bemutatkozik, hogy szavasz, engem láttál, ne féljé, csak nézd meg a híradót, és látni fogod, hogy gyakorlatilag a jó isten hozzám képest senki, és elment. Szerintem ez, ebben a részben van több logikátlan dolog, majd a végén lesz, amire külön ki akarok térni, de ezt én speciál logikusnak éreztem. Ugye a, a főgonoszunk Mármit, hogy felkereste őt? Nem, a főgonoszunk ö, annyit tud, hogy van szemtanú és ez egy hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság, aminél hát pont az a rossz, az a kockázatos, hogy hát ki tudja, hogyha nincs ez előre megtervezve az én cselekedetem, hogy akkor ennek milyen következményei lesznek. Kiderült, hogy van következménye, valaki látta. Tehát ő neki el kell mennie, és ki kéne valahogy nyomoznia, hogy vajon mit láttak egészen pontosan, tehát mit tud a rendőr? Igen, ebbe bel be is bukhatott volna, mert találkozhatott volna a Kalambóval. Vagy a Csajszi mondhatta volna, hogy egyébként felkeresett. Minden szempontból kockázatos volt, de ezért készült föl a kesztyűvel. Tehát én ezt a részét értem, az valóban logikátlan, hogy utána neki iskodni, sőt, egy kicsit már-már flörtbe hajlóan. Ó, lesz ez még rosszabb is, kedves hallgatók. És lesz, és lesz ez még rosszabb is, így van. 38 percet kell várnunk gyakorlatilag arra, hogy végre kiderül, hogy kvázi gyilkosság történt, mert ugye oké, okay, hogy mi tudtuk, de Kalambó nem tudta, és a 38. percben előkerül a holtest. Én azt imádtam, tehát az, az egy zseniális, ahogy az a holtest. De még felúgyum. akkor sem, akkor sem, Kálánból még akkor sem tud róla, csak mi látjuk, hogy megvan a holtest, mert egy, egy, nagyon szép rejtett bárpult mögött oda felakasztva, tiszta horror volt. Felakasztva ahogy és ahogy is ahogy becsomagolva, a holtest, becsomagolva, ne Igen, zacskóba be, be benne. volt teljesen zsákolva. És nagyon fura, amikor előkerül, hogy még ki is hangsúlyozzák, hogy a cápák lerágták róla a súlyt, mert hogy valami nem tudom, fátra. Az majd később, rá, vagy... mert most még csak kiviszi a vízre a, 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 a testet, Most, most még, még, nem találták meg, csak mi látjuk a holttestet. Tehát még a kalambót mi mindig nem látja. És, és ez, 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 mondjuk azért nagyon, nagyon, durva volt, ahogy, ahogy ezt itt tárolt egy napig. És akkor hazajön a, a, buliból, és akkor hajnali négykor kimegy, és akkor kidobja a vízbe. Aztán persze, miről, miről visszajön a hajóval, hát Kalambónna, hogy ott van az ő kis placán éppen horgászik. Azt mondja, ha várja, hajnalban horgászik, de ha megnézed, akkor nem hajnal van. Hát lehet, hogy ott nagyon korán kell a nap, de egyébként igen. És hogy itt van egy kulcs jelenet, hogy egy bizonyos fegyverről érdeklődik. Volt egy gyöngyházberakásos kolt fegyver, ami, ami tábornokunknak a ikonikus fegyvere volt, ha szabad így mondani, mert valami hatalmas dolgot hajtott ezzel végre, annak ide az egész hat testet meg megmentette és hogy mi van ezzel a fegyverrel, hogy ez kiállításra kerül-e, vagy bármi, és hogy, mert hogy ugye pisztolyjal történt a gyilkosság, és a tábornoknak állítól csak egy pisztolya van, egy céllövő fegyver, amit meg is mutatott Kálambónak, de hát azzal nem lehet embert ölni. És ugye ezért kérdezte, hogy mi van a koltoddal. Hát az a kolt meg már, hogy állítása szerint nincs meg, mert hogy Kóreában elveszett, mert valaki ellopta. Izét mi az? Egy replikát állítanak majd ki belőle de hát a kiállításra ragaszkodtak hozzá, hogy legyen, ezért egy replika került gyakorlata gyakorlatilag kiállításra, és ezzel meg van magyarázva, hogy akkor nekem ugyanúgy nincs pisztolyom, mert ez van. Ugye hiába erősködik Kálambó, viszont itt megjegyeznék két mondatot, és utána befogom, hogy ti is, csak hogy itt már volt ellentét szerintem Kalambó és, és, és a tábornok között, mert ugye... A mondatára? Igen, a mert horgászom. ugye a horgászásról beszéltek, de először azt mondja a tábornok Kalambónak, hogy nem hinném, hogy erre túl nagy fogást csinálhatna, itt túl közel van. Illetve próbálkozzék inkább más vagy használjon más csalit, mert így alig ha akad valami a horgára. Annyira két olyan áthallásos mondat, amivel azt jelzi, hogy eh, de Ez nem a horgászatról szól. Kalámból le is veszi nagyjából, utána, amikor látjuk elsétálni De az arc kifejezését. Ezeket azért vágja. vágja. igen. Mert mindig a Kalámból mindig előadja, hogy bugyuta, mert mindenhova oda hamozik, mindig ott kajál a helyszínen, mondjuk itt nem. Speciál, itt csak a szivarlók mindig a száj. De minden jelenetben. Ez a, ez a horgászós mondat, ez azért jó, mert az egész részen végig kísér minket ez a horgászós hasonlatok. És, ez igen, és ez az, ami egyébként ezt a toposzt, vagy hogy mondjam, ezt a forgatókönyvírói eszközt, ezt minden kalambóba látjuk. Tehát amikor már a kalambó összetalálkozik a gyilkossal, nem beszélnek arról, tehát nem vádolja meg nyíltan, hanem úgy járnak egy ilyen táncot, hogy te is tudod, én is tudom, mindketten tudjuk, de akkor ilyen virágnyelve beszélgetünk erről. És, és mindig vannak ilyen jelenetek ebben a kalambóban, itt is eljutunk végre, nagy nehezen az ilyen 40-45. percnél az első ilyen, ilyen jelenethez. Igen, és közben hogy a tábornokunk nem adja fel, mert újra felkeresi Helent, de úgy akar vele beszélgetni, csak békésen, hogy azért előtte az anyunál leinfózta. Tehát, hogy itt azért, itt azért előjön már az, amit mondtam, hogy Ádámnak igaza van, hogy itt azért már egy, egy, egy egy erős manipuláció, mert azért leinfózta a mamát, hogy milyen a lánya, és ugye hát a lánya elmondta, hogy ez full kretén, ez full hülye, az előző férjével is azért mentünk minden, mert a lány hülye, és hát ő ezt a, ezt a vonalat akkor meglovagolja, mert elkezd kőkeményen kikezdeni Helennel. Így igaz, el is hívja rögtön koktélozni, ez az első, hogy ígyunk meg valamit, így hívja ugye, ott a munkahelyén elvileg, ahol dolgozik, és rögtön még aznap vacsorára is hívja. Elvileg így van a jelenet, hogy rögtön vacsorára is hívja, hiszen Helen majd csak este ér haza anyuhoz, ahol már ott van Kalambó. Ava, és a vacsorából jön már haza. És ezen Kalambó is meglepődik, hogy itt a, a szemtanú, a, a Kalambó... Ő ezt most tudja meg? Igen, tehát a Kalambó által feltételezett gyilkossal, hát a randivarra, és, és flörtölgetnek egymás, ez azért őt is meglepi, hogy hogy ez történik, szóval ez, ez azt hiszem az ő rendőri praxisában sem szokott túl gyakran előfordulni. És ugye itt kerülnek elő az első problémák a tábornok szemszögéből, hogy előkerül dátum ezredes autója, amit ellopott pár kölyök. E, valahol ugye, ezt ugye, mint tudjuk, az volt az valószínűleg az, az autó, amivel megjátogattál Helent, és azért nem kapcsolta fel a vényszórót, mert hogy az az autót vitte el, és aztán hagyta ott valahol igen, az ezért, utcán. Ne azért volt rá ez, ezért volt ez, igen, így, így van, igen. ezért volt ez a, a Night Riderben, ugye a, a lop, lopakodó mód, és aztán hagyta ott, és ráadásul itt, bár ugye volt egy lefoglalt, megtalálták, hogy van egy, volt egy lefoglalt repülő repülőjegye Svájcba estére, Datan ezredesnek, amit ugye értem nem vett igénybe, és Kalábó szerint biztos, hogy kapcsolatban álltak egymással az áldozat és a gyilkos, mert hogy kizár dolog, hogy nem. Igen, ráadásul két hét, két hétről beszélnek, hogy már ugye két hete történt, hogy eltűnt ugye a, a fickó, és majd csak ugye később fog arra a szára rákanyarodni a kalambó, ugye a fegyver biznisz, hogy ott valami van. Igen, itt csak annyiról van szó, hogy biztos, hogy kapcsolatban álltak, és nagyon fura, hogy pont akkor tűnt el az ezredes, amikor Helen a lövést látta, vagy lá vélni látta. És itt ebben a beszélgetésben még van egy kulcsmondat szerintem, mert hogy ugye fontosan arról beszélünk, hogy helen mindenki hülyének nézi mondjuk lehet, hogy okkal, de ez most mindegy. És itt a Kalambó, mielőtt ugye hát visszafordul 82 ér az ajtóban, ugye szó szerint azt mondja neki, hogy ha nem tudja, mi lep meg, hogy ilyen kevésebb becsül önmagát Mrs. Stuart. Egy vacsora Halister tábornokkal, és már a saját semének, szemének sem mer hinni. És itt, itt, itt látszik, hogy, 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 hogy hatni próbál talán rá, hogy, hogy, talán tényleg az első jelenet 40 sokadi perc után, hogy valaki kvázi emberként tekint erre a nőre, és nem egy retardátként. Hát meg alapjáraton ugye a Kalambó nem akarja a sajszit, ugye amikor beszélnek, ugye két nagy ilyen beszélgetése van a nőnek meg a Kalambónak, és a nő nagyon érzékeny, mert csomószor megsértődik mind a két igen. alkalommal egy mondaton. Már ott is, hogy akkor nem is miattad akart veled találkozni, hanem a gyilkosság miatt, hogy én nem vagyok nő. Meg igen, 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 abszolút. Ráadásul az anyuka rendre ugye alása a lányának az önbecsülését, Rendre kisebbíti a jellemét, oltogatja gyepája. Hát igen. eladja. Már rögtön el is adja a saját lányát ott, amikor megjön a vacsoráról, mert mondja, hogy nem is tudom ma még, mit tudom én milyen bort, holnap meg már pesgőt. Tehát anyuka már rögtön. Fog, fogd meg a gazdag palit. És emiatt, amikor a kalambóval van egy ilyen beszélgetésük, vitatkozásuk, akkor Ugye nem csak az van, hogy a kalám, hogy ő megsértődik, hanem, hanem kikéri magának, hogy a Kalambó nem hisz neki, ugyanolyan, mint a többi ember, hogy neki soha nem hisznek el semmit, pedig ő látta. És ez fordul át, pszichológiailag oda, hogy néhány jelenet alatt látjuk, hogy teljesen átfordítja a tábornok, tehát hogy a saját térfelére behálozza, és most nagyon pszichológai ezek, de megtagadja Kálámbót meg a barátságot, és, és, a tábornok mellé áll. Tehát, hogy ilyen szinten át lehetett fordítani a, a, ezt a helent, holott a Kálámbó tényleg csak annyit mondott neki, hogy higgyen a saját szemének, és ne tartsa magát olyan kicsinek, vagy kicsi, Kicsivé, vagy hogy, hogy fogalmazott. Tehát, ne, ne, tehát, hogy többre tartsa magát, hiszen ha látott, ne, ne becsüljek ilyen kevés önmagát. Így köszönöm, hiszen ha látta, akkor látta. Pont. Tehát, hogy szinte már-már ilyen, ilyen pszichológiai tanácsadásba fordul itt. Hát épp ezért mondtam, hogy, a, hogy, a, hogy ez a csávó nagyon, tehát, hogy annyira katona, hogy itt is ilyen, már megvan, hogy mit fog csinálni, és végig előre, is viszi, így kitalálta, lesz. így azt, hogy megkeresi, ki volt az, beszélget vele, és utána kap is csontot egyébként, ugye, mert kikérdezi a nőt, hogy ugye van-e férje, van-e gyereke, és rögtön rájön, hogy a csajszia az egy ilyen és kicsit ilyen béna. Könnyen befolyásolható és manipulálható. Engem meggyőztetek, tehát igazatok van, mégis a fickónak, tehát a színésznek az arca, az túl joviális De nem ehhez. vigyorgott úgy hozzá, mint a többi. Lehet, nem tudom, túl joviális ehhez. Volt ugye a csók jellet, amiről nem akarunk beszélni, és hogy a, amúgy, nem tudom, tehát nekem az is fura volt, hogy a... Fapofa. Nekem fapofat teljesen. Alsó hangon, alsó hangon az apja lehetett volna a lánynak egyébként. És ez senkit nem zavar. Nem, és pókerfész az ember végig. Igen. Semmi, egy rezdülés, de semmi, mindenhez hát a, pontosan tudja. a klasszikus tűnye... katona, igen. Így igaz, amikor a kalambóval beszél, akkor is még a hangsúly is meg van válogatva, hogy hogy beszél vele. Csipkelődik néha vele nagyon kicsit. Egyre később, egyre többet. I k igen, egyre többet, sőt, ott De az ott első amikor... 40-50 percben végig tényleg katonásan minden mindig. Igen, 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 igen és mindenre azonnal, és szépen határozottan, semmi olyat nem hallunk igazából. Nincs kilengés, semmi. Nincs egy-kettő lehetett volna, amire az ember, amikor nézi, úgy gondolja, hogy a kalambó lehet, hogy ráharap, de nem, mert a kalambó arc kifejezése olyan, hogy oké, okay, rendben, sáros vagy, csak még azt nem tudom, hogy hogyan bizonyítsa be egyébként, hogy sáros vagy, mert mindig a kalamból mindig így csinálja, hogy tudja egyébként, csak sok nyitott kapu van. És akkor meg, meg kell valahogy várni, hogy az egérke a megfelelő lókon szaladjon ki. De ez kell az a rohadt holtest, ami végre most előkerült két hét után, és jönnek Norbi válogatós cápája, amit én nem értek, ja. hogy, az, hogy a holttestől lerágták a nehezéket, és a holttestet meg nem. A nehezéket, a kötelet, azt mondják, hogy a, ne, a kötelet, ezek vegán a voltak, vagy nem tudom, hogy, 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 hogy nem a, tehát nem a, nem a holtestre mennek rá, hanem kötelet Ez az egy hiba volt, hogy így csomagolta be a holtestet. Az egész rész az ilyen szép lassan hömpölyög, és így nem nagyon látjuk, hogy hogy fogja ezt kalambó kinyomozni. Hiába van már meg a hullaszó, szóval így, nem nagyon van meg. Ráadásul ugye átállítja magának, erről az előbb beszéltünk, magához a, a csajt, a helent, sőt, de nagyon sőt, durván, kiviszi ki a vízre, pont véletlenül, hogy, hogy nem, körülbelül oda ahol ők az anyukájával csónakoztak két héttel ezelőtt, és a kamera elég didaktikus módon mutatja, hogy lám mennyire tükröződik a vízfelületen, a napfény, meg, a, meg az ablakfelületen, és emiatt ő nem is láthatott semmit. Tehát, és ezzel teljesen meggyőzi a csajt, a, 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 arról, hogy ő nem láthatott semmit. De ugyanezt csinálja Kalambóval is. Mert a Kalambót is utána majd azt fogjuk látni, hogy kivisz, és direkt tengeri beteg, vagy legalábbis én úgy vettem le, hogy direkt tengeri beteggét tesz a csávó. Persze, ez ugyanaz, mint a pár évvel ezelőtt repülős jelenetben, hogy fölvitte, ugye, hogy jó megszívatja. Igen, és ez is ilyen pszichológia, hogy el akarja téríteni, mert a Kalambó ugye ott kérdez, vagy hát. Nem kérdez, hanem ott már célod, hogy tuti, hogy benne vagy ebbe a izésbizniszben. Hát az meg már ugye előkerült mert, hogy... a holttest is, tehát ezt már meg is beszélték, hogy figyelj, jött egy holttest, és itt vannak olyan kollégáim, olyan hangok, akik hát megfordult a fejükben, hogy nem lehet-e esetleg, és ugye ilyenkor, hogy előjön ugye most már a tábornokból is az, hogy hát meg az anyádat, és akkor jó, megfingatja ugye a, a vizen, megjáratja a csónakot azt a kis csónakot. Kalambónak, minden baja van, tehát ami, tehát ami nem a földön van, a, 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 neki mindig baja van. Tehát ez, ez egy klasszikus, ez ugye a karakteréhez illik, hogy ez ugye a, ez, ez, a bénázásához megy, hogy ha levegőben van rosszul van, ha vizen van rosszul van, tehát neki ez, az abszolút ö, stílus jegye. Én vártam is egyébként, hogy mikor lesz rosszul, de hát kicsit meg kellett még azért járatni a verdát, hogy Én is vártam, legyen. mert nagyon megfogja, amikor az elején is elindulnak, akkor nagyon kapaszkodik, hogy nehogy lezúgjon arról a hajóról. És aztán olyan így rátmegy egyébként a, a Halister trógerba, már a hogy már vigyorogva kóstolgatja, hogy hát ilyen néve, hogy Kalámbó azt gondolná az ember, hogy vérbeli hajó. Geniális, nekem ekkor esett le, hogy jaj, basszus, hát a Kolumbuszra utalít. Hogy Kolumbusz hajós és kalambó. De vigyorogva kóstolgatja, az meg szerencsét -e majd összehányja magát, azt se tudja, hogy hány lába a, Nem, a Ott a iszonyatosan, ott beégeti, meg mindent az elején, amikor mondja, hogy de az is nagyon kemény, az elején találkoznak, köszönnek, és akkor mondja neki a csávó, hogy ki kell, jöjjön ki velem, vagy kijön velem ugye a hajóval, vagy nem beszélgetünk igazából. Az én terepemben, ha beszélgetni akarsz, az én terepen beszélgessünk. Így igaz, és akkor mondja a kalambolnak, hogy akkor kapja a kötelet, és jöjjön gyorsan, ugorjon a fedélzetre, és ott is ez a bénázás, amit a kalamboltan leművel, nagyon kemény. Azt ugye visszaérnek a kikötőbe, és hát, ugye Helen már ott várja piknikkosárval, nem tudom milyen, ez is érdekes, hogy a saját, tehát hogy ott, ott volt az ő a, a tábornok házában, és akkor ott a, a, a nem tudom, hogy Nem, került, ez aggoda, igazából mindegy. nem a tábor. tehát a, a kikötő előtt ott ö, volt néhány ilyen kávé, kávézóasztal is lerakva. Tehát az, tehát az publik volt akkor akkor Szerintem nem én értem, ezt a publik, úgy kéne elképzelni, minthogyha a strandtól három méterre lenne a ház. Igen, de a kamerabeállítás azért direkt olyan volt, hogy hárman legyenek benne, a két izi az elén, a csaj megálljon ugye középen, hogy pont akkor ért oda. És itt megint felhasználtak azt az utalást, amit kiszúrtunk, hogy amiután Helen fölmászott a hajóra, és akkor ők most mennek valahova, a Kalambó ugye örül, hogy végre lemehet a hajóról, és a tábornok még azért még egyet odaszúr Kalambónak, hogy mert ugye próbálta Hellent meggyőzni még mindig Kalambó, hogy de hát láttad, amit láttál, és ugye erre mondta a tábornok, hogy rossz csalit használ, mondtam már magának, ne erőltesse megint bedobta ezt a horgász. Be, és itt már nagyon durván ezt ilyen Itt már igen, tehát itt már egyértelmű. Itt már, itt már egyértelmű, itt hogy már ne meg a az, hogy jó, én tehát, hogy, voltam. Tehát, hogy kopó van, kopjál le aztán. Én, kéz, voltam, de így, igaz? én itt szeretném beszúrni azt a megjegyzésemet, hogy szerintem elképesztően jó a magyar szinkron. Nem néztem, nem kapcsoltam át. Bocsánat, álljunk meg, álljunk meg, hallg, nem? Doppergés, dopergés szeretnék valamit, fanfárt. Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók! Kubatovics Áron szeretne önökkel közölni valamit. Szerintem elképesztően jó a magyar szinkron. Köszönöm! Nem, nem váltottam át az angolra, nem tudom, hogy az eredeti, eredeti hangok milyenek, de ezek a játékok, ezek a finomságok, amiket itt folyamatosan mondunk, ezek a hangból jönnek le, és nem a színészi játékból. Nem, egyértelmű, hogy a, a hangsúly Ugye? azért, Ugye, én is hogy mondtam, a hogy a, így igaz, nagyon sokszor a hangsúly. Kezdjük megérteni egymást Áron, jó lesz ez? Meg neked Igen. Gergő egyébként, hogy van benne egy eredeti, egy kicsi eredeti hang is, amikor a, a Kalambó pont amikor azt mondja, hogy lemegy a hajóra, akkor azt mondja, hogy oké. Okay. És az az, eredeti, <laughs> ha, az az eredeti hangjá, ha hangzik el, az nincs újra az nincs benne. A... Na, azt majd megnézem Azt hallgassd meg, szeri... én Na szerintem az az eredeti. nagyon fura hangja van egy. Nagyon fura, és én szerintem az az eredeti. És most fogunk elérkezni a nagy momentumhoz, amikor itt a Kalambónak lesz ugye egy momentum, mert hogy ezután a Kalambó ugye rosszul van, lekeveredik a hajóról, és bemegy egy ilyen... Szó szerint lekeveredik. I igen, egy ilyen kajádába. A csiliséhez, akinél csilizni A szokott. csilis, így igaz, igen. Ugye ő már volt, ugye? Őt már láttuk egyszer igen, a Igen, chilizet. igen, jó, igen, jó, ővel már találkoztunk. És az a lényeg, hogy akkor mondja a csávó hogy akkor itt egy csili, ez majd mindenen segít, a rosszul létem mindenen. Bocsáss meg Norbi, közbe kell szúrnom Áron kedvéért, hogy itt is itt volt a csilihez az a furanácsos amit a pár ezelőtt is kerestünk és szúrtam. És itt, itt jön az igazi momentum, mert hogy itt a, aki a tulaj, annak is vannak ilyen tárgyai, mert ő is szolgált ugye a háború, és is mondja, azt hiszem, hogy Vietnámba volt. Nem, nem, ő is második világháború. második világháború. Igen, és akkor ugye a felesége azt mondta, hogy akkor vagy te és a cuccok, vagy a cuccok, lehet dönteni, igen, és akkor a volna itt fordul meg a, a, a fejébe, ugye, hogy a kiállítás, a sok katonai cucc. Hogyha ez a mezei ember nem tudja elengedni, akkor egy ekkor ember hogy tudja így. Így, igaz, meg itt jön majd a, a fegyver hogy akkor mér egy másolat. Mert hogy mindenki ragaszkodik, itt jön rá, hogy mindenki ragaszkodik nagyon az ilyen háborús emlékeihez, legyen az dögcédulától kezdve, ugye bármi. Igen, meg akár egy fakanál, és már volt egy fakanál is, egy Kalambónak hogy... mindig van egy ilyen momentuma, amikor már elkapja az utolsó fonalat, és akkor megvan, hogy mivel buktassa le. És, és szerintem itt jött el. Amikor telefonált előtte a Doctor house felismerés. Ez azért érdekes, hogy itt igazából már a rész Végén vagyunk, tényleg 6-7 perc van hátra a részből, és én előtte egy pár perccel néztem meg, hogy hol tartunk, hogy már tök régóta tart a, a, a film, már, már mikor lesznek vége, és akkor láttam, hogy úristen, hát ennek mindjárt vége van, és sehol nem tartunk a nyomozással. Tehát, hogy ezért volt ez döbbetes, hogy, 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 hogy ilyen tényleg ilyen, tulajdonképpen így el, tehát nevetgélünk rajta, meg tök jó hangulata van, de igazából. Elcsordogál ez az epizód. Na, csak ezt akartam most itt elmondani. De, igen, de, de az a baj, hogy szó szerint csak csordogál. Na, no, minden esetre, ha figy figyeljetek, hogyha ugye ez a megfejtés, hogy van ez a gyöngyház, gyö gyö gyöngyház nyelű kolt, aztán utána, utána gyöngyház nyelűként, úgyhogy, mindenki igen, vagy el. berakású, vagy nyelű, vagy izé, hogy itt ez, az, ez a kulcs, hogy igazából megvan ez a fegyver, csak ott van a múzeumban, tehát, vagy hát a, ott van a kiállításon, és a vitrínben. A vitrínben. Tehát az a, az a csavar, hogy nem elsúvasztja, nem bedobja a tengerbe a mocsár fedekére, ugye ez szokott lenni az általában az ilyen filmekben, hanem közszemlére tesszük a fegyvert, mindenki láthatja, mert úgy lehet a legjobban eldugni valamit, hogyha kirakjuk mindenki elé, úgy gyanakodik. Maga az alapötlet szerintem zseniális. Ez tökéletes krimi ötlet, hogy hogyan rejts el valamit. A, a, Úgy rejted el, a, hogy nem rejted meg. el. Igen. Így igaz, mert hogy a test nincs meg, mert ugye itt a kulcs, hogy ha a test nincs meg, akkor nincs meg a golyó. A és fegyvert és akkor... lehet mutogatni. De szerintem az egész logikátlan, tehát hogyha a koreai háborúban elveszíted, mert ellopják a, a, a fegyvert, akkor miért. Ezt mondta. Ezt mondta. Azt igen. Akkor miért, csinál, miért csinálnál belőle a replikát, illetőleg, hogyha nem te csináltatod a replikát, hanem majd a múzeum csinálja a replikát, akkor miért lenne nálad a, a otthon, ami, mert ugye elküldte, tehát az a dobozba, a dobozba elküldte a fegyvert, ha viszont, és olyan meg nincsen, hogy, tehát, hogy, egy, hogy egy fegyvert, ha, ha ellopnak, az bekerül adatbázisokba, tehát hogy az a, a katonaságnál annak nyoma van, hogyha te, tőled a fegyvert ellopják. E, és Szóval, hogy az eg nekem az egész logikátlan igazából. Én azt éreztem, hogy az író be akarja hozni ezt a szállat, hogy legyen a vitrínbe, és az, hogy ez hogy van megindokolva, az igazából senkit nem érdekelt. Ugye abszolút beleillik a képbe. Nekem beleillik, mert hogy itt ugye rávezettünk, rámentünk erre, hogy hát hogy ez a, az a tájfetisizmus, hogy neki minden ilyen emlék. Tehát, hogy egyszerűen képtelen tőle megszabadulni még úgy is, hogy, hogy ez egy gyakorlatilag egy bizonyíték a gyilkosságra. Hogy amíg nincs holtest, addig tök jó, de akkor azt a holtestet úgy kellene megsemmisíteni, hogy az életben ne tudjon erő Az, hogy vízbe dobod, ez tudjuk, hogy kockázatos, hogy előjön. Tehát most akkor meg kellett volna semmisíteni azt a holtestet, most nyilván nem adunk ötletet, meg ilyenek, nem erről szól a történet, de hogy akkor meg kellett volna ezt úgy oldani, hogy az a holttest az életben ne elő, vagy beazonosítható ne legyen soha, és akkor tényleg vigyorogva mutogathatod a koltodat. Ki kellett volna szedni a golyót, és akkor tök mindegy, ha megvan a test, a még balisztika. mindig nem köt. Igen. Ott föllogatva lett volna rá ideje, nem? Hát, hát? <laughs> ennyi, és még mindig nem köthető a, a fegyverhez. Kirakom a macskát, várjátok. <laughs> Jaj, cicuka. <laughs> Oh Meg, ezt megvárjuk addig. Addig szórakoztató színeseket mesélünk. Two minutes later. Szóval ki kellett volna venni a golyót egyébként, igen, akkor akkor még a holttest is előkerülhetett volna. Mindenesetre, mindenesetre ott a kiállításon szembesíti ezzel a teóriájával kalámbó a tábornokot. És helen Helen is. Helen is, is ott van. És ugye a tábornokot szinte végig mutatja a kamera. És miközben elvileg egy nagy egóval megáldott emberről beszélünk, aki, oké, okay, a jéghideggyilkos és katona mindsettel rendelkezik, közben, hát azt látjuk a színészi játékon, hogy így 10 másodperc után föladja itt a küzdelmet, és most fogja bevallani nekem érted, nekem ezek így nem, nem tetszenek. De ebben benne, van, ami, ebbe benne van ami nekem, amit a Norbi mondott, hogy ő egy katona, tehát, hogy, hogy őt úgy, ő, tényleg azon szocializálódott, hogyha meg kell adni magát az ellenségnek, mert hogy nincs más választás, akkor... akkor... Ezt utólag magyarázzuk bele, ez nem indokolja semmi a forgatókönyvben. A, ja, igen, ha úgy vesszük, nem, mert nyilván lehetett volna még, de hát a... Nyilván ő tudta, hogy a golyó ott van, tudta, hogy a ballisztikával ki lehet mutatni. Erre rá is kérdez, a, a, ami nekem a végén a fájó pont, hogy ott van a Helen, a csaj, aki megint csalódott a férfiakban. Te de, de édes vagy, hallod. De nem, hát tényleg, hát most gondol bele, megint mehet vissza az anyjához aki utána a következő húsz évben megint azt fogja neki mondani, hogy látod, majdnem fogtál magadnak egy gazdag tábornokot, az kiderült, hogy gyilkos, az is miattad van. Te Áron, ebben tökéletes igazad van, de azért azt viszont nem tudom, észrevette, de hogy Helen milyen gyorsan áll, mert egy személyiség átalakuláson. <laughs> Tehát, hogy, hogy e, tök normális... Három perc alatt így. Tök normális volt, meg tök rendes, kicsit balfék, de aranyos és kedves, és itt viszont, amikor ugye elhívta a múzeumba a, a szembesítésre, a akkor a patkányú viselkedett vele, hogy még ugye Kalambó vitte magával finoman meg, átkarolta, hogy gyere velem, és azt is kikérte magának, hogy mit érzte hozzá, mert hát én vagyok itt a vaze. Tehát, egy két hét alatt akkora nem kedves nő lett belőle, hogy hihetetlen. Figye, itt egy összetört szívet látunk, aki már sokat gyára, már sokat gyára csalódik a férfiakban. Mert a kalambó is tesz rá egyébként az utolsó pillanatokban, még tesz rá, mert ott ki van állítva egy ilyen ö, ruha, és ott még meg is jegyzi a kalambó, hogy külön varratta magának, ja. és akkor nem is tudom, milyen szalon várta a csávónak, és a csajsi arcán látszik, hogy ó, oh, igen, kifogtam. És visszaszól a kalámbónak, hogy nem mindenki ilyen igénytelen trágya, Nem, ütte. nem egészen, <laughs> ezt, ezt, szeretném, hogyha ezt megjegyeznünk, ez egyszerűen imádni valóan zseniális, és nem vagyok benne biztos, hogy ez itt a legvégén van, nem valami, inkább valami hajónál volt, amikor azt mondta, nem, hogy, ez itt van a végén. hogy nem mindenki úgy néz ki, mint aki egy bevetetlen ágy. Ez itt volt, amikor amit, amit a Norbi egyszerűen mondott. imádom ezt a mondatot. Szépnek szép volt, de, de, nem, de ez, ez csak azt, hogy annyira átalakult ez a csaj két hét alatt, hogy tehát ez két hét el előtt egy hellemből el nem tudtuk volna képzelni, hogy ilyen mondat kijön. Igen, de utána a Kalambónak át kell ölelnie, és úgy kimennie a, a és nagyon szomorú az egész. Hát utána Kalambó megint, utána Kalambó megint Kalambó volt, mert előjött az ember, és annak ellenére, hogy három perc ezelőtt szaráoltották, ő elővette az emberi arcát, és, és mondta neki, hogy ne aggódjál, az én unokahúgom is először egy rossz férfival kezdett ki, aztán talált egy rendőrt, hagy gyerekük van, is izé, és, és Helen rögtön megint visszavált abba a kedves kis ez, ez aranyos ez a végén. Igen, eset, esetleg megállapíthatjuk, hogy lehet, hogy ez egy, ez egy kalámbó epizód volt, de a, a, főszereplő dráma az a Helen drámája. Átírjuk akkor az, ezt a részt. Helen drámája, hol tárgyak. De egyébként azt még hozzáteszem, hogy a kalámbó még, tehát hogy Mind a két szereplő azért oltogatta rendesen. hellen nyilván kevesebbet, csak a vége felé, de azért a tábornok elég rendesen bántotta sokszor. De a végén azért nekem ezek mindig annyira tetszenek, hogy, hogy itt is ugye a kollégák jöttek volna bilincselni a tábornokot, és ugye Kálámbó mutatta, hogy hagyjátok, nem kell. Tehát, hogy ez, ez, ez oké, ezek apróságok, de hogy, hogy... hogy annak ellenére, hogy megtehetné, ő nem akarja, hogy a gyilkos megszégyenüljön. Általában ezt szokta csinálni. Tehát általában el is, tehát neki ez olyan, mint egy játszma, és akkor elismeri, hogy nagy vad. Igen. Tehát, hogy elkapta sok. a nagy vadat, így igaz, sok, és mindketten, hogy egyenlő felek igazából. A Kalambó úgy áll hozzá egyébként, hogy, ő e, hogy a végén mindig egyenlő félnek tekinti a gyilkost, Igen. mert hogy nem piti. És nem kell szitává lőni a földön lévőt. Hát meg önnek nem telne ilyen hajóra, meg mit tudom Persze, én. Persze, tehát... egyértelmű. És igen, a Kalambó mindig így csinálja, hogy a végén azért még így meghajolunk egymást, tehát tisztességgel. Igen, mert, mert mindig eljön az a pillanat a, a főgonos szemébe, aki miközben folyamatosan azt hitte, hogy itt egy ilyen lesajnálható kisemberrel találkozik, eljön, hogyha jó a forgatókönyv és jó a színészi játék, akkor eljön az a pillanat, amikor fölcsillan a főgonos szemébe, hogy aha, ez velem ugyanolyan ugyanolyan kategória. Sőt, még lehet, még hogy jobb, is, jobb is, nálam. is nálam. Igen, tehát hogy eljön az a pillanat. Mert lebuktatott. Igen. Ha, ha már így a vége járunk, én, én tehát revidálom azt az álláspontomat, hogy, hogy, hogy nem elég jó a főszer, tehát mint karakter a, a, a gonoszunk, de én, én továbbra is azt, azt öntartom, hogy szerintem lehet, hogy nem a legmegfelelőbb színész választották rá. Tehát egyszerűen túl joviális az arca. Nem elég, nekem, ne, nekem, az én érzésem szerint nem tudott elég karakteressé válni. Azt viszont itt akkor hadd meséljem el, hogy ez az a rész, ahol rendkívül rossz hangulatba telt a forgatás. Ugyanis a Kalambót játszó Peter Falk, az éppen óriási veszekedésben volt a universal mert az volt a megállapodás, hogy ő majd rész, rendezhet egy epizódot az első évadból. És a Universal Studio azt mondta nék, hogy nem rendezhetsz, és több forgatási napon egyszerűen dúlva fúlva ott hagyta a jelenetet, miközben meg a forgatási napokat, miközben a többiek ott voltak sminkben, meg jelenetben, meg mindenben általában több napot úgy forgattak, hogy akkor a Falk nem is volt ott, mikor visszament, akkor nem voltak hajlandók vele leforgatni azokat a jeleneteket, amiben ugyan ő nem volt benne az adott snitbe, de a másik snitbe rá kellett vágni, és akkor így összevágták az egészet, és egy ponton túl lesek fejezte a főszereplő gonoszunk a Peter Folkot, hogy így nem lehet viselkedni, viselkedni színészként egy, egy adott forgatáson. Úgyhogy elég rossz hangulatba telt, ezért is van az, hogy én nem éreztem, hogy olyan nagy szikra lenne az egyes színészek között, Vagy szóval én, tehát én nem éreztem, ez egész hogy nekem lötyögött úgy színészileg, én ezt így utólag nekem ez magyarázza, hogy rossz volt a forgatási hangulat, általában összevesztek a, tehát a, a Peter Falk és a helent játszó színésznők nagyon jó barátság érkeztek a forgatás legelejére, és általában soha többet nem beszéltek utána egymással, szóval, hogy így... Ki kigondoltam volna, hogy a Peter Falk is egy ilyen primadonna tudott lenni. Hát színész, a színészek... Tudom, csak Persze, és nem persze, csak is, hogy. Figyelj, és itt nem is a Primadonna Neki, hát, neki megígért. Megigi... gyakorlatilag. Igen, de megígérték neki, hogy ő rendezhet. És aztán azt hiszem később rendezett is egy-két rész belőle. nem de, ez még, de jó, de ez még csak az ötödik rész, ha hát, úgy nézzük. Igen. Tehát. Figyelj, ha szerződésben volt, szerződésben. Persze volt. világos csak. Úgyhogy én nem, nem érzem azt, hogy olyan olyan nagyon jól sikerült rész lenne ez. Így. A rész nem volt, jó, de nekem speciál a, a színészet, tehát a, a mi fő, antifőhősünkkel. Nekem, nekem a tehát illet hozzá egy egy, egy egy katona volt aki világ életében egy ilyen rendszerben működött, ahol minden tak-tak így kell lennie, az arc kifejezése, mindenre megvolt a megfelelő reakció, válasz. választ, hogy a Norbis mert. szerintem ez abszolút jó volt. Én nem is, tehát a, a színészek közt nem volt most annyira pocsék, mert leszámítva másrék... a sajt, aki sikongot <laughs> Igen, tehát mindig van egy ilyen benne, de nem is ez a, a lényeg. Szerintem a forgatókönyv, hogy már így, amit az Áron mondott, így, így a vágás is szerintem ezért nagyon sokat ki kellett belőle szedni, és szerintem maga résznek a forgatókönyve jobb lett volna, és egy ilyen lagymatag lett a végére, és igazából semmi, tehát hogy egy ilyen... Ez, amit soha nem fogunk megtudni, mi lett volna, ha... Azt nem tudjuk, de figyelj, emlékezetekre, hogy a korábbiakban az operatőri munkák voltak nagyon izgalmasak, izgalmas zenék voltak, izgalmas szikrázó jelenet sorok voltak, ahol egymással tényleg perceken keresztül táncot lejtett a főgonosz a Kalambóval, szóval ezekben, ezekből... Igen, de itt el is veszett erre a lehetőség, hiszen nem tudta Kalambó, hogy gyilkosság van, gyakorlatilag a, a, a rész háromnegyedénél tudta, csak tényként. Igen, ebben nem voltak olyan nem, csavarok, nem tudtad, mint ami hogy Nem vele, ha nincs hát igen, hát e, magyarul a forgatókönyv is eléggé lapos, laposka volt. Itt el, ezért lett elmondva, hogy egy értékeljük is egyébként. Hát ez teljesen lapos volt. Tehát ez egy olyan nyomozás volt, mintha ezt egy alap, itt nem tudom, a budapesti kerületi nem tudom milyen rendőrség volna, és akkor előkerül. Megvan már a holtás, meg volt a bocás, itt a golyó, ebből van a golyó, ebből volt a golyó. Tiéd a pisztoly, tiéd, bilincs, szevasz. Szó szerint ennyi a legvégéjövünk jövünk. Ezért rossz, hogy nem volt tehát, hogy, hogy nem, nem, írtak kimaradtak, bele, kimaradtak, hogy... Kimaradtak azok a körök, amiket megszoktunk. Igen, még egy ilyen 20 perc kellett volna valahol a közepénél, hogy még legyen olyan csavar, amikor a Kalambó ugye még többet kérdezem, mindig úgy van, hogy még kérdezek, akkor ez zsákutca, akkor inkább innen... Mert hogy van alapom oda menni. Az is fura nekem, hogy nem akadt fönn olyan dolgokon, amin én egyébként fennakadtam volna, hogy beszéltek, hogy rögtön megkereste a csajszit, ez nagyon fura. Akkor erről miért nem beszélt vele? És minek találkozott Helennel amúgy, Hat kérdezzem már meg. Mert ilyen, ilyenek nem voltak, tehát hogy a kalambó nem akadt fenn olyan dolgokon, ami. Ő ezt is csak később tudta meg. Tehát hogy itt, ebben a részben az információ nagyon rosszul áramlott, mert a holtes is későjött elő, az info is nagyon későn derült ki, hogy amúgy én már találkoztam többször a tábornokkal. Igen, tehát hogy mintha tényleg itt, emiatt elcsúszott volna minden olyan jó szitu, amiben bele lehetett volna menni, hogy úgymond szikrázzon vagy tangózzanak, ahogy az áram mondta. Norbi, krimiként és kalambóként te hány pontot adsz rá? Hát krimi szempontjából szerintem ez jó, ha egy négyes. Tehát ebbe krimi nagyon nem volt. Igen. Tehát, hogy hú, izgi, előkerült a holttest. Tehát, hogy fellebegett. Igen, a sikoly, az izgi volt. Kalambó résznek, meg hát tudom, hogy lesznek rosszabbak, viszont ö, valahogy elveszett belőle. Tehát, ha nem lett volna benne a kalambor se. Tehát, tök mindegy kiátszotta volna, ez nem, valahogy szerintem nem illeszkedik annyira bele. Lehet olyan rossz forgatása, hogy kiderült itt ö, annak a, a, rovására ment az egész, és szét kellett vagdalni, úgyhogy arra is egy négyest adnék. Gergő. Három, három. Nagyon, nagyon, nagyon irritált ez, hogy, hogy úgy beszélgettünk, hogy nem volt tény, tehát, hogy kell a kalambónak az, hogy úgy menjen oda, hogy, hogy oda tudjon csapni, hogy itt a holttest. Nekem hiányzott ez, meg, meg annyira életszerűtlen volt nekem, hogy oké, okay, hogy én tudtam, de basszus. Na, szóval ezért nem meg. Tényleg nem voltak benne azok a, azok, azok a, azok a csavarok. Nagyon egyszerű volt a megoldás is. Uh, fajék egyszerűségű volt. Én krimiként azért nem hármast adott neki, hanem négyesnek, mert például szerettem ezt a, ezt a vitrines plain sight előtt ott van a a, a a pisztoly, szóval emiatt négyes, és hát akkor én leszek most ebben az epizódban, vagy a podcast epizódunkban az, aki a legtöbb pontot adja, mert én kalambóként, én megadom neki az öt pontot, ami még ugye mindig a hat alatt van, de hogy én imádtam, hogy megint a kocsijával van, a hülyeségek, hogy a, amit mondtad, hogy mindjárt ki fog égetni a szivarjával, az egész karakter iszonyú jó, az, hogy, az, kalambonként megint csetlik, botlik, hogy mindjárt elájul a hajón, hogy beszólnak neki, hogy olyan, mint az ágy, szóval, hogy egyszerűen kalambó karakterként ez egyébként jó, tehát így hiába volt egy ilyen lassú, eléggé egyenes vonalú, vontatott rész, mint, mint krimi, kalambóként el lehet vele lötyögni egy bicikli szerelést. Ugyanazt a részt láttuk szerintem, és ugye Norbi gyakorlatilag olyan szinten hideg hagyta az egész, hogy felőle párki játszotta volna Kalambót, az se érdekli. Ugyanaz, ne. De tényleg, tehát hogy egy olyan szidész játszotta volna, aki ugyanígy egy ilyen középkora belé, és akkor láttuk mondjuk két másik sorozatba sorozatban mondjuk esetleg mit tudom én, ki legyen, az nem tudom. És akkor utána meg itt Peter Folk, Csetlik, Botlik egy ne, né, kicsi... Nem, nem azt akartam mondani, a Magnumot, a Magnumot, hogy hívják a Magnumot játszó színész? Tom Szelek játszott Na, volna. ő is játszhatta volna, az is megfordulhatott volna, a nő után egy kicsit, meg ott rosszul lehetett volna, tehát hogy nekem az, nekem nagyon... Azt hát mondom, hogy tök jó, hogy a Norbinak gyakorlatilag ez jön le, nekem ugye az jön le, hogy én csalódott vagyok egy kicsit, hogy hiányzik egy csomó minden, te meg Áron, el vagy ájulva, hogy azok a stílusemek vannak benne, relatív el vagy ájulva hozzánk képest. Mert neked tetszett. Mondjuk azt, hogy Áronnak ez a rész tetszett. Itt most Áron itt most Áron volt az, akinek a legjobban igen, tetszett Igen, visz -viszonyl Viszonylag tetszett, igen. igen. Norbi rendben van, szoka, hozta Ádám szintjét, hogy szar. <gül> <gül> nem, azt nem mondtam, hogy szar. De, Tudom, de mindig az Ádám a szigorú. Azért mondom. De ez az egyszer, tehát az a baj, hogy a Kalambóból ez az, amit ez az. Egyszer megnézem ezt a részt. Igen, ezt, hát. ezt én sem. Ezt én sem. Fú, ez, ez, ez nem... És akkor ennyi. Tehát, hogy első. Tegyük föl Norbi, Tom Szelek játszotta volna, de ugyanúgy a Szabó Gyula szinkronizálja. Azt szerintem ugyanúgy működött volna. Tehát, tehát szerintem a Szabó Gyulának egyszerűen jó a hangja, jó hallani a... Jó, de nem a, nem a, nem a Tom Szelekhez. Az Tom mindegy. Szelek, Sörös Sándor. Világos, Pont. világos nem. de... Nem, Oké, okay, de érted, hogy van egy megnyugtató, ilyen, ilyen meleg aurá téged körbe, hogyha meghallod Igen, ami hangját. nem a Tom Szelek. Jó, 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 de hogy ezzel utána lehet menni? Nem Áron, ezzel nem fogsz, tehát ne haragudj, ez szinkron addig a vitatkozol, figyelj. Okay. <laughs> Bele a konnektorba. Bele, érzem én, érzem én. Nem mondom egyébként, meghallgatnám, amit mondasz, de egy elsőre kiráz a hideg. Én meg is nézném, Tom szelekkel azért kíváncsi lennék, de lehet, hogy lehet, hogy nagyobb nevetésbe törnék ki valahogy, nem Tom. elképzelni. Egy az AI az majd le fogja gyártani azokat a kolomborészeket, amiben Tom Szelek meg Dean, Dean Harrison meg ezek fogják játszani. Ígérjük meg, hogy akkor, amikor az AI, vagy várki legyártja nekünk ezt a részt, Tom Szelek, Kell, akkor meg fogjuk nézni ugye a műsor végén. Figyelj, lehet, hogy a, ugye öt évadra tervezünk, mert öt év alatt fogunk nagyjából végigmenni ezen a 68, vagy 63, vagy hány részen. Öt év múlva simán tartatott majd a technológia. Azért mondom, hogy akkor ezt is ígérjük meg, hogy akkor, ha valaki megcsinálja a Tom Szalekes kiadását, akkor megnézzük, megnézzük és Én ugyanúgy megnézem. beszélünk róla. Jó, így a műsor végére ezt így, ezt így, leszögezzük, és akkor ígértünk valamit, aztán később majd felrohadtad nekünk, hogy na, bunkók se tartottátok be. Vagy igen, legyen és, így. És egy kérdésem, ezt Ádám mondta, kérdezzem meg, hogy mi volt eddig a maximum pont, amit adtatok itt a pontozásnál. Áron nagyon nem. okos, hogy tudja. Így ezeket. van, a Gergő kalambóként az előző epizódot 8 és fél pontra értékelte. Meg is volt indokolva, hogy miért. Igen, és legrosszabb pont. Azok a mostani hármasok. Ennyi Gergő. Bocsát, nem, hoppá, hoppá, az Adán a második epizódot krimiként kettesre értékelte. Ádám nagyon sokszor ki volt akadva. Jó gyerekek, szerintem egyébként el is fogytunk időben, bőven, úgyhogy látod, Áron, tudtunk miről beszélni. De én nem aggódtam emiatt, mert uh, a Norvin is láttam, hogy fel van töltve puskaporral, úgyhogy... Szikráztam valahogy! <laughs> <síns> <laughs> <laughs> <É>, szikráztam! <gül> <gül> Igen... A vitrínbe be volt rakva, a gyöngyberakásos és szikrázó a hulla is. is, ahogy kifordult, én azt hittem, oda be van a pult mögé, vagy nem tudom, az a piás pult mögé, oda-oda, így besúvasztva, aztán... De Be ajatt, hogy berakta volna a kandalom az begyújtott volna. Ami vannak, nem mindenki. volt kandalló, mert azt mondta, hogy ez nem műkszik, mert csak ilyen műkandalló, vagy az Isten. Na gyerekek, zárjuk le, mert aztán Ádám ki fog nyírni minket, hogy megmondtam, hogy hagyj a műsor végén, miután megígértük, hogy majd egy Tom Szelekes epizóddal is találkozunk, nem maradt más, nem marad más hátra, mint hogy arra kérek titeket, hogyha tetszett a műsor, akkor ne felejtsetek el lájkon like és feliratkozni. A premier előtti tartalmakért, valamint a Paralaxis Podcast hosszabb, különlegesebb változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. A következő kérdésünket november 6-án tesszük fel, ugyanis akkor lesz új Kalambó Podcast, Áron és akkor már ismét Ádám társaságában. Kubatovics Áron, Horvát Norbi és valamennyi munkatárs nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ne felejtjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.